100 milliós büntetés egy direkt marketing hiba miatt, uh, mi ez a hír, és mire kell vigyáznod, aztán beszéljünk arról, hogy mi az, amit postba kell tenni, és mi az, amit storyba, ugye ez egy nagy dilemma, van egy egyszerű feloldásom, és uh, beszéljünk egy percet egy friss internetes mím, ami megjelent arról, hogy uh, egy fickó, aki nem tudom, 20 valahány éves, és még soha nem látta egy kínai étteremnek a reklámját. Mi azzal a helyzet? Vannak egy cég, akik fel vannak mentve a reklámozás alól, vagy nem? Ez a mai Marketing Report. Wolf Gábor vagyok a Marketing Kommandótól. Sziasztok! Kezdjük rögtön a hírekkel egy pár ilyen breaking news, amit valószínűleg itt hallottam. Először az elsőt, az pont a múlt heti marketing report után másnap posztoltam ki, akkor volt friss, de szeretném itt is elmondani, hogy a Facebook eltörölte a 20%-os szabályt. Ez az, ami arról szólt, hogy egy hirdetésnek a felületén nem lehet több szöveg, mint 20%. Tehát, hogyha most ezt a fentit szeretném, akkor itt mindenkinek volt ilyen kín módszere, akik hirdettünk, hogy, hogy, hogy lehet ezt megoldani, és az egyik, az ilyen között ránézek az élőre, az egyik ilyen az arról szólt, hogy, hogy beraktad egy ilyen hálóba, hogy kinkerselvesen kiszámolt, ugye ez 5 x 25 kocka, négyzetenként 4 százalék, hogy kiszámolt, hogy ez a 20 összejön el, az így el kellett kicsinyíteni a szöveget, ugye ez három darab Négyzetes, ez százalék, ha nem számoljuk bele azt a főső alsó sort a, a fancy új háttereimből. Szóval uh, macerás volt! Az a helyzet, hogy macerás volt. Nagyon örülök, hogy a Facebook ezt eltörölte, és uh, már sokan hirdethettek olyan posztokat, aminek a szöveg lefedettsége magas volt. Ugye én marketingesként szöveg. Párti vagyok. Tehát akkor jó egy hirdetés, hogyha van sok az info, sok a szöveg, amit, amit elolvas a vevő, és aztán reagál. Tehát én nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Az egyetlen probléma az az lehet, hogy valószínűleg a sok szöveg, szövegű hirdetések továbbra is alacsony elérést fognak kapni, valószínűleg ezzel a Facebook játszani fog. Tehát, hogyha ütős az üzeneted, akkor tölts rá egy kicsit több pénzt, jusson el több emberhez. Úgyhogy ez egy múlteti hír a Fris az az, hogy a gazdasági versenyhivatal kiosztott egy 400 millió forintos bírságot az Ékszer TV-nek. Az Ékszer TV az egy ilyen shopping channel jellegű, tehát élőben vagy felvételről nyomulnak a tévén, a TV csatornából vettek itt műsoridőt, és ott mutattak be különböző ékszereket. Ez egy nagyon jó bevált módszer, a QVC működik így, nagyon sok kínai influencer dolgozik így, hogy látsz egy élő videót, mint hogy most ezt te nézed, csak ott egy kínai influencer termékeket, kozmetikai termékeket, stb. ezeket mutat be. A kínai influencer biznisz úristánról egyszer tartok egy külön élőt. Zseniális fényévekkel előttünk vannak. Na a lényeg az, hogy az Excel TV is ezzel próbálkozik, de nem teljesen korrekt módon, és ezért jogosan lecsapott rá a GVH módon, hogy mi történt. Az egyik az az, hogy az hogy azt kvázi hazudták, hogy korlátozott ideig és mennyiségben érhetők el csak ezek a termékek, amikor kiderült, hogy nem volt igaz. A másik hiba, amit elkövettek, és amiért kapták ezt a büntetést, hogy van ez az előtte ár. Amikor azt mondták, hogy ez le van ár az a 80-90 százalékkal, ez korábban ennyibe került, ez, hogy korábban ennyibe került, soha nem került annyiba. Ugye ez, amit a marketingesek csúnyán úgy hívnak, hogy a zöldséges leárazás. Tudod, amikor a reggel kimegy a zöldséges, ki van írva, hogy din, dinje 480, és fölírja, hogy ezer is áthúzza. Tehát ez nem szabályos, ez, sőt, ez büntetendő. Ahhoz, hogy te ki tud írni, hogy mennyi volt az előtte ár, az úgy működik, hogy az előtte árat azt te hirdetted, és annyiért vásárolták is. Nem csak két haverod, hanem tényleg vevők, Vásárolták, ezt bizonyítanod kell, hogyha egy ilyet valaki ráthúz. És a harmadik, hogy szerepeltek a reklámban nem bizonyított állítások. Tehát uh, volt olyan ékszer, amit úgy reklámoztak, hogy ez a, ezt a pápa megáldotta. Vagy egy másik, ami a ami Diana eljegyzési gyűrűjének a, a, a másolata. És ezeket mi utóbb kiderült, ezek nem alátámasztható állítások. Szóval az a baj, hogy az ilyen cégek miatt hiszik sokan azt, hogy... Hogy a reklám egyenlő lehúzás, hogy a marketing az egyenlő lehúzás, hogy a marketing az hazugság, uh, tulajdonképpen egy, egy fizetett lódítás, és ez barhar, nem, nem tudom, hogyha nem ismeritek, ugye ez a, ez a lehúzós gyakorlat, marketingesek kedvenc gyakorlata a fitness termekben. Szóval uh, ez, ez azért van, mert még mindig vannak cégek, akik, akik összetévesztik a reklámot a hazugsággal. És nekem van erre egy elve, azt meg is mutatom neked, hogy a reklám az az igazság ütősen tálalva. Ennyi. Tehát ne lódíts, ne túloz, ne hazudj, hogyha soha nem vették százezerért, akkor ne írd ki, hogy ez korábban százezer forint volt. Hogyha nem limitált a készlet, akkor ne hazudd azt, hogy mindjárt elfogy, mindjárt kifogyunk. Hogyha nem csak százan tölthetik le az e akkor ne írd ki. Jó? Mondd az igazságot, de mond izgalmasan. Demonstráld izgalmasan. A stories mellé, érted? Keríts mellé egy olyan körítést, ami izgalmasát tesz. Egy húst is lehet izgalmasan tálalni, meg unalmasan tálalni. A termékedet is lehet szépen, gusztusosan, jó csomagolni, jó csomagolni, jó prezentálni, ütősen elmagyarázni kötni a vevő problémájához, vagy vágyához, vagy egy speciális élethelyzetéhez. By the way, a go -to marketingben már egyből belépés után elérhető egy reklámmester kurzus, ahol ezeken végigvezetlek. De menjünk tovább, jó? Mert más hír is volt, de addig is a lényeg az, ne hazudj, oké, okay? a marketingben, mert elkapnak érte. Nem csak a vevők fogják kiszagolni, és utána megosztani egymással, hanem a rossz esetben a GVH is lecsaphat rá. De hogyha korrekt módon marketingezel, úgy, ahogy tanítjuk, akkor ez a veszély nem fenyeget. Egy érdekes hír, ez csak science fiction, ugye nemrég Jennifer Aniston állította be azt a rekordot, hogy egy ilyen Friends újra találkozós fotót kirakott, ezzel lépett fel az Instagramra, ez ott az első posztja az Instán, és 6 óra alatt 6 óra alatt szerzett egy millió követőt. <laughs> én azt hiszem, egy kicsit több, mint egy éve instázok, és most tartunk 14 ezer valamennyinél. Hát jó, mondjuk nincs is olyan jósággal, mint a Jennifer Ferencvárosnak. Viszont kidöntötte meg ma a rekordját. Valaki, akinek szintén nincs olyan jósága. Sir David Attenborough, ugye, aki nekem az egész gyerekkoromat belengte, hogy az ő műsorait nézem, imádom, ahogy beszél, ahogy artikulál, ahogy a, talán a legjobb, amit el lehet tőle tanulni, hogy mennyire lelkesen beszél a témájáról. És tegnap, vagy nem tudom, a héten jelent meg a... az Instán, négy óra alatt lett egymillió követője, most már 4,8-nál tart, Szóval az, az Insta nagyon megy, nem csak nekik, hanem mindenkinek. Most az, az a, az a szexüs felület uh, vett figyelembe. De ha már az Instanál tartunk, ugye az egyik lényeges eleme az a sztorik. Uh, ugye ez a sztori üzemmód, tehát a sztori féle poszt, ezek amiket kiraksz, és csak 24 óráig érhetők el. A Facebookon ott van a tetején, tehát fölmész a Facebook applikációra, ott vannak a tetején a sztorik. Nagyon magas a nézettségük, szinte egy külön közösségi médiaként kezeli őt a Facebook és az Instagram, mint hogy egy külön hírfolyam lenne. Ott van az Instagram tetején, megnyitod az applikációt, puf, egyből a sztorikkal találkozol. Egyébként van olyan Instagrammer, aki csak sztorizik. Én például egy videós fickót követek, aki, aki nem is posztol, csak sztorikat rak ki. Tehát ezzel az arra tanítja, arra szoktatja, neveli a követőit, hogy nézd meg, amit kirak, nézd meg azonnal, ne laposz tovább a sztoriaim, mert eltűnnek. Oké, okay, a poszt ott marad. Egyébként az Insta nagyon ö, kitartó, hogyha a tetején nem nézed meg a sztorikat, amikor instázol, gölgesz tovább, ez csak puff, begint bedobja ott abban a csíkban, hogy ö, sztorik, amiket még nem láttál. Ö, tehát nagyon szeretné, hogy használd azt a felületet. Ugye nekik az egy plusz reklám felület. És már a YouTube-on is vannak sztorik. Ők úgy hívják, hogy rövid videók, de igazából sztoriról beszélünk, tehát ugyanaz a formátum, álló formátum, uh, bár itt, itt, itt mások, de Magyarországon már elérhető, tudod nézni, de készíteni még nem tudsz. Reméljük, hogy hamarosan ez elérhetővé válik. És e heti hír, friss hír, hogy megjelent a LinkedIn-en is a sztorik. Tehát föllépsz erre a professzionális portálra, és ahol komoly üzletemberek vannak, állást keresnek, networkingelnek, a B2B marketinghez isteni. És ott is megjelent a sztorik. Ott is megjelent, itthonról én még nem látom, még csak olvastam a hivatalos tájékoztatójukat, meg egy pár amcsi marketinges a lelkesen, hogy már ez működik, reméljük, hogy jön itthon is. Felmerül a kérdés, ugye, ami, ami gyakran gyakran a téma, hogy most mit tegyek bele posztba, és mit tegyek bele sztoriba. Uh, amikor én ezt először itthon megkérdeztem, akkor a, mind a két gyerekem ilyen kommunikációs szakember, az egyikük rögtön azt mondta, hogy képzeld el, apa, hogy elmész egy Beyoncé koncertre. Fotózol arról, hogy mész arra felé, csinálsz egy rövid videót, ahogy állsz sorba, már korábban posztoltál, vagy korábban fotóztál arról, hogy megvetted a jegyedet, bemész, beülsz, megy a koncert, és aztán valahogy bekeveredsz hátra, és uh, kijön a Beyoncé, adsz neki egy virágot, kapsz egy puszit, és szelfizel vele együtt. Na most a szelfit, azt kirakod posztba, minden más megy sztoriba. És ez nekem nagyon tetszett, akkor, az alapján, a, 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 akkor ez alapján építettem föl, aztán utána kicsit finomítottam a stratégiámon, a következő, úgyhogy ami tartalom, az megy posztba. Ami személyes építés, az megy sztoriba. Yeah. Mert miért is? Mert gondolj bele, hogy aki megnézi rólad a sztorit, az intenzívebben érdeklődik irántad. Aki nem annyira intenzíven érdeklődik irántad, annak a fő üzeneteddel, az a fő üzeneteddel kell, hogy találkozzon. A fő, posztjaiddal, fő posztjaiddal. Tehát mindenképpen ez a megosztás biztosítja azt, hogy nem valami lényegtelen infóval fog találkozni, hanem csak a kulcs dolgokkal, és amikor az iránt jobban érdeklődik, és már elkezdi megnézni a posztjaidat is, akkor találkozhat azokkal az elemekkel, ahol a személyes márkádat építed, vagy ahol egy kicsit, mutatok egy másikat is, egy kicsit kiebb egy kicsit kevésbé fontos információkat teszel föl. Lehet az is egy jó különbség, hogy ami, ami ilyen klasszikus dolog, tehát amiről azt akarod, hogy ott maradjon az idővonaladon, és amikor valaki először találkozik a profiloddal, akkor így meg tudja nézni a korábbi posztjaidat, akkor azokat tedd ki posztként. Minden, ami ilyen múló pillanat, vagy friss hír, vagy mondjuk reagálunk valamire, ami most történik, aktualitás, ami két-három nap múlva ugye elveszti a frissességét, az meg menjen, menjen sztoriba. És látod, te is biztos, hogy amikor Bekövet téged valaki új. Nagyon gyakori, hogy, hogy végignézi a régi posztjadat, és így lájkolja. Látod, hogy valaki bekövetett, és utána lájkolta ezt a posztodat, azt a posztot, régebbi posztokat. Tehát uh, nyilván olyanokat kell fönhagyni, amik uh, kvázi klasszikusak, tehát uh, ilyen örökérvényűek. Van egy csomó lehetőség egyébként, hogy mit lehet sztorizni, milyen témaötletek. Tehát uh, tudsz promózni terméket, ki tudod rakni egy posztodnak a linkét, uh, ahogy, ahogy uh, meghaladtad a. A tízezer követőt, ugye ezt remélem ráhajtotok, hogy ez mindenkinek meglegyen. Ha van egy kiemelt terméked, azt tudod nyomni, és kis piackutatásokat lehet, egy kis választásokat. De, de rengeteg olyan lehetőség van, amit sztoriban elő lehet adni. Érdemes játszani, mert nagyon jópofa, és nagyon fontos médium azok számára, akiket, tehát pont, pont a legjobb rajongóid számára, mert azok megnézik a sztoriaidat. Mit tudsz nekik többet adni? Ez, ez a kérdés. És a mai nap utolsó témája pedig ez, hogy szembe jött egy ilyen mém a Nine en Ugye emlékeztek, beszéltem múltkor a Nine mint egy, egy, ilyen elfeledett közösségi médiáról, amit azért érdemes tartalomötletekért, ötletekért, tartalom színesítő ötletekért követni. És jött szembe egy ilyen, hogy már 25 éve élek, de még soha nem láttam egy kínai étterem reklámját. Szerinted igaz? Te láttad már kínai étteremnek a reklámját? <laughs> Beszéljünk erről egy percet, mert ugye emiatt sokan azt hiszik, hogy őzők, nem is kell nekik nekik nem is kell marketing. Miből áll igazából egy kínai étteremnek a marketingje? Először is jól van pozícionálva, ugye? Az éttermek pozícionálva vannak. Van olasz, olasz, orosz, görög, van steak étterem, van indiai, van kínai. Oké, okay, tehát azonnal csinálsz egy új éttermet, azt mondod, az kínai az a bepozicionálod magadat valahova. A másik nagy ö, tétel marketingében az, hogy hova teszed az üzletet. Ugye ez, az, amit marketingben úgy hívnak, hogy disztribúció, tehát hogy ö, a Mohamed és a hegy örök példa. Ugye egy webshop az az, hogy én vagyok a hegy, Mohamed. A, a kínai étterem az oda megyek, ahol Mohamed van, tehát hol a tömeg van. A BKV központok, plázák, forgalmas utcák ide rakják. Tehát a stratégiának, a marketing stratégiának része, hogy ha egy kínai éttermet nyitsz, akkor oda mész, ahol sok ember van. Nyilván, hogyha csinálsz egy elegáns steak éttermet, ahol mondjuk ilyen 15 ezer alatt nem tud valaki egy, egy, egy fogásos vacsit megenni, azt rakhatod be, az én kedvencem, az a bankcenter mellett van, a Prime, a, hát ott nem sokan sétálnak, tehát az nem az, a, a, ahol tömeg van. Jó? A harmadik, hogy a marketingnek része az, hogy mi az árstratégiád. Hova lövöd be a tólig áraidat? A kínai az egy tök jó ilyen alsó-közép. Tehát tudod, hogy nem a legolcsóbb vacakkaja, amit, amit jobb, hogyha nem is érünk hozzá, hanem egy ilyen megbízható, viszonylag jó minőségű kaja, alacsony áron, tehát egy jó díl. Ugye? Ez az árstratégiájuk. Az is része a marketingnek. Egy nagyon fontos része a marketingnek a termékfejlesztés. Tehát nem tudom, hogy tudod-e, de amit Magyarországon árulnak kínai kaja, az nem igazi kínai kaja. Akik itt élnek kínaiak, azok nem is ott kajálnak, hanem vannak ilyen kis titkos konyháik, meg, meg a mama főzte dolgok, ahol csinálják az igazi kínai kaját. A Magyarországon lévő kínai kaja az leginkább a szecsúánihoz hasonlít, mert a szecsuáni van legközelebb a magyar ízléshez, és a szecsuhánit is áthozták, és itt még finomítottak rajta, hogy hasonlítson a magyar ízekhez. Tehát a kínai kaja Magyarországon, a kínai kaja Londonban, a kínai kaja New Yorkban teljesen más. Mindenhol a helyi ízléshez van formába igazítva, tehát a termékfejlesztésben a lokalizáció ugye, nagy szerepet játszik. Hét pontom lesz egyébként ebben. Az ötödik az az, hogy, hogy nagyon ügyesen csinálják az eladásai marketinget. Tehát a kínai éttermek csinálták itthon először, hogy, hogy színes, ilyen fotorealisztikus képeket tettek a, a az étlapba. Tehát nem csak ki volt írva, mint, mint ugye a klasszikus magyar étlapon, ahol csak szöveg volt ilyen cirádás betűkkel, jöttek a kínai éttermek, puf, fotók mindenhol. Tehát azonnal el tudtad képzelni. Ráadásul ugye egy új kategória bevezetésénél nagyon fontos, hogy oktasd, demonstrálj, hogy bemutasd, hogy mit csinálsz, mert az embereknek ez még új. A hatodik az egy stratégiai el, előny, hogy ők ugye gyorsak. Tehát, hogyha szeretnél gyorsan kaját, de nem mekit, akkor kínai. Tehát ez egy nagyon jó rájátszanak arra, hogy tudod, hogy akkor mész oda, hogyha gyorsan akarsz kajálni. És a hetedik pedig az, nem is olyan régi, nem olyan régi sztori, de még COVID előtti időkből. Én nagyon szeretek időnként a kampónába eljárni, mert az viszonylag nyugis, és uh, még jó a van egy jó salátázójuk, és uh, ott általában két hely előtt van hosszú sor, az egyik a Mekimő, a másik meg a kínai. És azért a kínai előtt van hosszú sor, mert a kínaiak az egyetlen étterem, akik kóstoltatnak, viszik körbe a kis csirkefalatjaikat, meg ö, édes savanyú szószos ö, sertés kis falatokat, viszik körbe, és kóstolt meg, megkóstolt ízlék, oda megeszed. Tehát ö, nekik a, a fő vevőszerzési stratégiájuk, hogy úgy mondjam, a fő reklámjuk az a termékminta. És a termékmintát úgy reklámozzák, hogy oda viszik az orrod elé. Szóval egy nagyon fontos, hogy a marketing az nem csak reklám. Ez ezt nagyon sokan összetévesztik. Azt hiszik, hogy a marketing az csak a reklám és semmi más. Pedig benne van az, hogy a többiekhez képest hogyan pozícionálod a cégedet, a termékedet. A többiek mit csinálnak a piacon, ahhoz képest te miben leszel más. Marketing, hogy meghatározod a célközönségedet. Marketing, hogy, hogy mindenképpen képítesz egy stratégiai előnyt, amiben te legjobb vagy, és azért érdemes hozzád menni. Marketing az, hogy mi a distribúciót, hol árulod a cuccodat, hol teszed a vevő elé. Marketing az árstratégia. Marketing a termék portfóliót, hogy van-e alacsony belépő, középáros láger terméket, magas áru, VIP terméket. És ha mindezzel meg, akkor, akkor jöhetnek a reklámok. Oké. Okay. A kommunikáció jöhet, a tartalommarketing jöhet, a, a fizető, fizetős hirdetés. Szóval sokrétű, de az a szerencsétek, hogy olyan könnyen megtanulható, mint az angol. Bemélysz, az első óra után már beszélsz, mert megérteted magadat valamennyire. Úgyhogy, úgyhogy szerencsére azért nem, bár komplex a marketing, és, és egy életen keresztül lehet tanulni és fejlődni, mert nem nagyon könnyű elkezdeni, remélem ezért is vagytok itt. Szóval köszönöm szépen, ennyi volt a marketing report, remélem tetszett, remélem tetszett a fancy új videók, amit vettem hozzám. Ha valakit érdekel, kérdezd meg, és akkor megírom, hogy hol lehet ilyen videó háttereket venni. Szóval szó volt ma arról, hogy a Facebook 20%-os szabályáról, hogy ezt végre eltörölték, szó volt arról, hogy a gazdasági versenyhivatal büntet, hogyha hazudsz a reklámodban, használd a story funkciót a közösségi médiában, beszéltem arról, hogy a marketing több, mint reklám, jött eszembe, a, szembe, a Go -to marketingben van egy komplett reklám tehát megtanítalak, hogy hogy kell hirdetni, hogyha már akarsz pénzt adni a, a, a hirdetésért. Úgyhogy ennyit mára, köszönöm szépen, én vagyok Wolf Gábor, ez volt a Marketing Report, és kívánok mindenkinek jó kedvet, bőséget!